És akkor végül, ahogy az elején ígértem, a pitypangos gyerekekkel és felkészítőikkel készült beszélgetésünk következik, mégpedig a pitypang karácsonyi darabról fogunk itt beszélgetni. Éppen ezért kérünk valami mentő ötletet. Hát, nekem lenne egy ötletem. Meg kell előzni a baj. Bruckner Siegfried ide ülne erre a tisztásra. Elfordítaná a tekintetét, én meg egy jó irányra szép, kíméletes rugással kirúgnám a fogát. Nem is kellene vele törődni többé. Mi? Mi csoda? Nem is olyan rossz ötlet. A te fogad, azt rúgja ki. Most mit ordítasz? Jó Szerafin igazán csak jót akar. Neki is így akarja jót mindenki. Azt mondja, fordítsam el a szemem, a fogam meg tartsam oda. Talán rakja a szemem a fülem mögé. Mi? És egyáltalán mi a biztosíték arra, hogy pont azt a fogamat rúgja ki, amelyiken a lyuk van? Mondd már, legfeljebb kettővel többet rúg. Azok többé már nem fájnak, még jó is jár. Honnan vetted azt a csengőt? Honnan vettem volna? Maminti varázsolta. Megvan, éljen Maminti. Akkor csinálj gyorsan egy újabb krakszot és krikszet, és mondd, hogy tűnjön el a fogamról a lyuk. Kész. Meg se kottyan ez a kicsiséget tündérnek. Sajnos Siegfried nem megy. Mi az, hogy nem megy? Mert ide tudok varázsolni egy csengőt, egy lexikont, vagy ha nagyon akarod, egy traktort is. De fogtam és varázsolni, azt aztán nem tudok. Hát akkor te nem is vagy igazi tündér. Dam! Mi az, hogy nem tündér? Ha akarna, szamára tudna változtatni téged. Tényleg szamára tudnám változtatni? Tényleg, de akkor egy lyukas fogú oroszlán helyett egy lyukas fogú szamár lennék. Hát akkor az egésznek semmi értelme. Inkább vagyok lyukas fogú oroszlán, mint lyukas fogú szamár. Pedig a te esetedben ez tökéletesen mindegy. De hát nem lehet egyszerre szamár is, meg oroszlán is. Te a beletörött agybelődet, csak ne szólj közbe. Gúnyolódni a szerencsétlen betegekkel? Igen, ahhoz értetek, de meggyógyítani? Jaj, már látom, hogy fogok fetrengeni a fájdalomtól. Hát jó régen nem jártunk mi a Pitypang házatáján, és most egy egészen új kezdeményezést láthattunk, mégpedig egy színjátszó köri próbába csöppentünk bele. Elmondjátok, hogy ki mit játszik, és egyáltalán mi az a darab, aminek az előadására készültek? A négyszögletű kerekerdőből fogjuk előadni a fájos fogú oroszlánt. Honnan jött az ötlet, fiatalok, hogy ti ezt a darabot eljátszátok? Elmeséled? Nem tudom. Hát dehogy nem tudod. Na, döm, gyere! Én tudom. Na, akkor körbe. Ki mire emlékszik? Na, hát meséljétek el, azt már én is tudom, hogy ezt egyszer már valahol láttátok. Na, ki kezdi? Igen, színházban voltunk, abban Luca találta ki, Lili meg Kata, hogy ezt eljátsszuk. Na hát. Csak el tudod te is nekem mesélni. Miért pont ezt szerettétek volna eljátszani, ezt a darabot? Mi volt ebbe az a nagyon klassz, ami neked tetszett? Nekem? Uh-huh. Na? Milyen ez a darab? Hát ti találtátok ki? Na? Ki mondja? Ez egy igazi, klassz, vicces mese, igaz? Igen. És a szereposztást ki választotta? Azt közösen. Hát ugye Marika néni is, hogy ugye ki lenne a legjobb, hogy ki melyik szereple lenne alkalmas, meg azért közösen hoztuk ezt.
Hanyan vagytok egyébként, ez a teljes létszám, vagy nem? Nem, még vannak ketten. Az író és Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa. Mikor láthatja majd a nagy közönség, meg hát nyilván mi is a teljesen kész produkciótokat? Hát... Pitpak karácsony, meg december 12. Bocsánat, december 12. Mennyi időt töltötök a próbákkal? Hát egy órás próbák, de most például az elmúlt két próba az 2 órás volt. Most már közeledik az idő? Hát valószínű. Azt tudom, hogy ez nem szakkör, mert ugye a tévénézők tudják, hogy a Pitpunk csoporton belül számtalan szakkör létezik. Lehet, hogy annyira meg fog nektek tetszeni ez a játék, hogy a végén lesz egy színjátszó köre is a Pitpunk csoportnak? Nem tudom. Na, lányok? Igen! Tehát, mit gondoltok? Hogy szerintem jó lenne, hogyha lenne egy ilyen szakkör, mert ilyen még nincsen. És gondolom, ezt élvezik. Már kéne játszani a négyszögletű kerekerdőből. Például? Ma minti virágja. Meg például, amikor... Akkor vacskavati. Igen, a fogpogácsát. Igen, a fogpogácsát is el kéne. Te mit játszanál még? Nekem az a legjobb, amikor a kisfejű, nagyfejű Zordon Bordon is benne van. A fogpogácsák! Ja, igen, a fogpogácsák azok a legjobb. Na jól van, akkor folytatódhat a próba, jó? Köszönjük szépen, nagyon ügyesek voltatok. Nekem lenne egy ötletem. Kalapáccsal kivárni a fogam? Vagy parittyával kilőd, ahogy én téged ismerlek? Na jó, akkor nem is mondok semmit. Látod, milyen hálálatlan vagy? Így érdemes neked segíteni. Én nem is maradok itt tovább. No, nem maradni, megsértődni, maradj csak. Te megszikli, ne gyanúsítsd a senkit. Hagyjuk vacskamat is. Arra gondoltam, hogy levelet kellene írni Bruckner Siegfried szemfogának. És miből gondolod, hogy a szemfoga tud olvasni, mikor ő maga sem tud? Még hogy én nem tudom. Az ABC mind az 5 betűjét ismerem. Ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfogad olvasni, majd felolvassuk meg a levelet. És mit mondjuk benne, mondjad vacska Mati? Hát, megkérjük, hogy ne lyukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Siegfriednek. Nagyszerű, ez a legjobb megoldás. Esetleg verseket is írhatnánk Bruckner Siegfried szemfogának. Igen, tisztelt szemfog. Rajtunk ön ki nem fog, önön nevetni fogunk. Mondjatok rá egy rímet. Hát nem a mi fogunk. Mit szemtelenkedsz, majd megsértődik a szemfog, aztán nézhetünk, főleg szegény Siegfried nézhet. Nem én vagyok a szemtelen, a szemfog a szemtelen. Nem értem. Ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen? Dam! Halljátok, mit mond? Halljuk! Arra gondolsz, hogy elmenjek egy fogorvoshoz és kzzpúróval? Dam! Hát azt aztán nem, de nem ám. Jó, hát nem. Akkor Isten veled. Mi mindent megtettünk, amit tehettünk. Gyertek! Ezt nem tehetitek velem. Mi lesz a fogammal? Mondtuk, hogy csak a fogalma segít. Olyan mohorva vagy vele. Mondhatjuk vidáman is, csak a fogalmas segíthet. Szétlapítok. Csak a fogorvos segít. Gyerünk ahhoz a fogorvoshoz. Mi vagyok én, gyáva nyúl. Na, csak ne nyulazzunk. Akkor majd valaki el is kíséri. Ki vállalkozik? Én már majdnem ültem, mindenmosan is. És én velem mi lesz? Hogy te veled mi lesz? Már elfelejtetted, hogy beletörött az agy belőle? Tényleg, vigyétek Lajost is.